Nem, semmit sem lehet mondani. Nyugodtan, ezeket lehet magunk között, tudom, mert az a kiabáltat. De az utat ne álljuk el, gyerekek, jó? Mert az már tünet. Jó? Tehát az, pláne tőlük, jó? Tehát mi ne álljunk el utat, mert az nálunk már nem tudom. Most nincsen, érdekel, hogy már nem tudom. Egyébként az olyan győzelmeket szeretem a legjobban, amikor még csatás. Ugyanis én izén nőttem föl, Sun-Sun, előbb jött. Ugye ő volt a világnak a legrégebbi ilyen katonai stratégiája. Mai napig Sun-Tzu elveit alkalmazza mindenki. Az egyik olyan, hogy a jó hadvezér az előtt megnyeri a csatát, mielőtt az elkezdés. Nem, a realitásban. Tehát a másiknak a morálja, mire? Tehát úgy manőverez. Úgy hoz össze az egész szituációt, egy komplex szituációt. Mielőtt konkrétan az első harcérítkezés meg lenne, már a csata meglegyen nyerve, már csak darálni kelljen. De az a legjobb csata, amit meg se kell vízni. Majdnem olyan, mint a Kasparov. Van és minden előre menni. Tudod, ez a Bartók sértelen van, kiáll és akkor megvan. Meg azért Orbán is megvan. Jó a rendet. Na jó. Ja, Évi. Bernát Tévi, neked viszont akkor itt kéne most kicsit, vagy az, kinél van a, nálam. A net, akkor itt kéne most kicsit körülöttem polvártolnod, mert ide. Jó kis csapat jött össze, mi? Szívesen. Köszönöm szépen. No, hát akkor látjátok a Kossuth tériek első ilyen baráti összejövetelét. Ahogy mondjam, nem vagyunk kevesen. Nem egy forradalmi tömeg természetesen, de szerintem egy baráti összejövetel harcostársak között azért elég jó. És hát látjátok, amit ugye előre jeleztem, és ami az első tesztünk. Itt van 50 ember, 50 olyan ember, akiket szerintem mindenki harcról ismer, már a különböző rendészek, rendőrök, stb. Is vannak. Ezt mondtam tegnap, hogy ma ennél az összejövetelnél leteszteljük, hogy valójában a gyülekezési törvény szerint mi minősül tüntetésnek, mi pedig nem. Mondtam, hogy amennyiben szükséges lesz, mert olyan jobb vita származik belőle, akkor ezt élő videóban fogjuk levívni. Nem volt szükséges. Ide jöttek két esetben is, egyre növekvő sarzsiú rendőrtisztek, hogy megkérdezzék, hogy what the fuck. Magyarra fordítva, na, mi a franc van, kedves nyugareg. Én pedig elmondtam, hogy ez egy baráti összejövetel, zászlókkal. Aztán megkérdezték, de ez már inkább csak a poé része, hogy és egyébként mire készülünk. Tehát oké, tudomásul veszünk, hogy ez most nem egy tüntetés, hanem egy baráti összejövetel zászlókkal.